a bejáratnál és az üzlet előterében is tábla figyelmezteti a vásárlókat ebben a nyíregyházi hipermarketben a február 1-én életbe lépett változásra. Kedelet hatályos a kormány által két hete elrendelt árstopp több alapvető élelmiszer esetében. Teljesen feltöltve a csirke farhát pútja, ez az egyik olyan termék, amelynél a tavaly október 15-i árat állították vissza. A húsok közül olcsóbb lett a csirkemell és a sertés combis, emellett a kristálycukor, a búza finomliszt, a finomított napraforgó étolaj és a 2,8%-os UHT tej ártáblái cserélődtek le néhány hónappal korábbira. Az árcsökkentést sokan várták már. Szükség volt rá. Nagyon sok kis nyugdíjas van, annak nagyon sokat jelent ez a pár száz forint, de havonta az több ezer forint. A több ezer forintba kerül, hogyha mindent összeszámolunk. Egyik termékből sem érdemes felhalmozni, május 1-ig ugyanezen az áron kaphatóak a boltokban. Több üzletben nem is lehet akármennyit megvenni belőlük, feliratok jelzik, miből mennyi a felső határ. A korlátozás célja, hogy a készletek ne fogjanak ki idő előtt, illetve hogy a kiskereskedők ne a nagyobb boltokban szerezzék be a teljes árukészletüket az adott termékből. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a televíziónak úgy nyilatkozott, a kereskedők felkészültek a változásra, időben átírták az árakat, kitették a szükséges táblákat és gondoskodtak az előírt készletekről. Ez persze többletmunkát és költséget jelentett számukra. A kereskedők azzal számolnak, hogy a következő napokban felfut majd a forgalom. Az első nap az nyilván a tájékozódással ment el a vásárlók részéről, hiszen kíváncsiak voltak, hogy mennyi lesz az új ár, amikor valamilyen terméket majd meg akarnak vásárolni. Ebben szerepet játszik az is, hogy a fizetések, a 13. havi nyugdíj, személyi jövedelem adó egyszerű visszatérítés a családoknak csak a következő napokban várható. Így nyilván ma még a vásárlók, ismerve már az új árakat, elsősorban tervezik, hogy majd a későbbiekben mit vásároljanak. Az adott üzletben október 15-én akciós volt az érintett termékek valamelyike, akkor az előtti árat kell alkalmazni. Ha pedig ez valamilyen okból nem megállapítható, a KSH 2021 októberére közzétett átlagos fogyasztói áraival kell számolni. Trükközniük nem érdemes a kereskedőknek, a fogyasztóvédelmi hatóság megkezdte az ellenőrzéseket, és amennyiben szabálytalanságot tapasztal, előbbiek 50 ezertől 3 millió forintig terjedő bírságra számíthatnak. Az, hogy végül milyen lesz a mérleg a kereskedők számára, nagyban függ attól, hogy a beszerzési árak a következő hetekben hogy alakulnak. Szintén változás a boltokban, hogy kettől már szép kártyával is lehet fizetni élelmiszerekért.